Hogyan születik a karrier? Véletlenül, kevesek szerencséjeként, vagy tudatosan? Ma leghamarabb a középfokú szakképző intézményekben találkozhat az érdeklődés, a tudásvágy a megfelelő információval. Ilyen találkozóhely a Veszprémi Szakképzési Centrum Táncsics iskolája is. Az 1883-ban alapított iskola széles képzési palettájának új eleme a rendészet. Itt végzek, 4 év után elmegyek Körmendre, érettség után, és ott még leszek ugye másfél évet, és akkor utána leszek járőr, vagy nyomozó, vagy vagyonőr, pénzügyőr, vámos. Bendegúz tanár, katonatiszt vagy rendőr szeretne lenni. Igazából az életpálya, ami nagyon fontos, ugye az egész iskolába is azért jött az ember, mert egységben fejleszti szerintem a testet, a szellemet és ugye az elmét, és ugye ez nagyon fontos dolognak tartom ebbe a szakmába, hogy itt a továbbhaladás az teljes mértékben ki van kövezve előttünk az út, és mellette még egy olyan szakmát üzhetünk, amivel a közösséget szolgálhatjuk. Abszolút pozitív mummal tudom jellemezni az itt töltött 3 évet minden tekintetben. És a többi középiskolát elnézés, azokkal a diákokkal beszélve, sokan bánják is, hogy nem ide jöttek. A szakmai műhelyek alapos tudást adnak, akár tovább tanul, akár munkát vállal a végzős diák. Én általános iskolában is szerettem már a matekot, és a rajz is ment. Ezek után úgy gondoltam, hogy ez irányban akarok tendálni, illetve az építészet is érdekelt, és akkor úgy gondoltam, hogy az építészetet választom. Én most 11. osztályos vagyok, és jövőre érettségizek. Érettség után mennék tovább egyetemre, de majd meglátjuk, hogy lesz. Ha nem jön össze, akkor mindenféleképpen technikusit elvégzem, és akkor utána még egyszer megpróbálom az egyetemet. A kétkezi munka öröme, az ösztöndíj, a duális képzés teszi vonzóvá a 3 éves szakképzést. Az asztalos szakmát tanulom, ami magába foglalja az épületasztalos és a bútorasztalos részét is. Az asztalos szakmán belül a bútorasztalos része tetszik jobban, ezért miután végeztem az iskolában, ebbe szeretnék elhelyezkedni, valamint még emellett szeretném mesti iskolába elvégezni az érettségit is. Lányok számára a Táncsics hagyományos kínálata a szépészet, ám a fiúk érdeklődésére számot tartó területek is egyre bővülnek. A tanműhelyekben, tantermekben a legkorszerűbb felszereléssel találkoznak a jelöltek, például az elektronikai területen. Erre a szakképzésre az jöhet, aki jó fizikából, tehát a különböző egyenleteket érti, illetve a logika az, amire még nagy hangsúly van fektetve. Igazából azért jöttem ide, mert ez a szakma alapja már a mai világnak, tehát erről a szakmáról szinte bárhova el lehet helyezkedni. Érettségi után még itt maradok 1 évet technikumba, és utána Győrbe fogok menni közlekedésmérnöknek.